Szeged, a Szegedi Nemzeti Színház és Pataki Ferenc neve már összeforrt az évek alatt. Jaj, de jó. Hogyan kerültél ide? Mesélj egy kicsit a kezdetekről. Én rögtön főiskola után, 99-ben végeztem, és két lehetőségem is volt. Debrecenbe, a szülővárosomba visszamenni, az akkori igazgató Lengyel György hívott oda, meg az itteni Koromnai Károly, de egyrészt nem akartam hazamenni vissza egyből, valahogy úgy éreztem, hogy inkább megpróbálok megállni a saját lábamon. Másrészt itt egy teljesen új társulat alakult, és egy ilyen csapatban benne lenni mindig sokkal izgalmasabb, újak a kihívások, ráadásul nagyon sok embert ismertem is, és egyáltalán nem bántam meg. De nem is csak az eltelt évek miatt, hanem egyáltalán, mert nagyon jó munkákkal indultunk el. Na, az igaz, a vendégszeretete minden kényelemnél többet ér. Nem a szoba teszi az embert, hanem a fal, a társaság, a jó társaság. Mennyire igaz? Én nem tudnék meglenni társaság nélkül. Emlékszel, testvér, hogy jöttem ide? Na ja. Egy esetem? Képzelje, egyetlen ismerősöm sem volt. A fogadósné vénasszony, a takarítónő förtelmes. Meg kell újulni? Fontos a megújulás, hogy minden évben valami újat mutass, újat adj magadból a nézők számára? Szerintem ez szerep függő. A szerepek adják magukat. Az nagyon jó, hogyha az ember, ugye nyilván különböző szerepeket játszunk, tehát ez mindig egy új feladat, új kihívás. Jó esetben az ember azért mindig törekszik arra, hogy valami új hangját mutassa meg, de általában azért tényleg ugye nincs két egyforma szerep, még hogy akkor is, hogyha az ember mondjuk hőszerelmeseket játszik egymás után valamitől az egyik figura mindig más. De az, hogy az ember önmagát így generálja azt, hogy megújuljon, az megjön magától, akár az évek, lehet, hogy öregedtem már azóta, tudom én, már dörzsöltebb vagyok, tapasztaltabb, annyiban biztos, hogy az ember azokat a hibákat már nem követi el. Például nekem az első főszerepem, amikor ide kerültem, a Don Carlos, nagy romantikus Schiller dráma főszereppel. Na, én gyakorlatilag az összes hibát, amit lehet, azt beletettem, vagy elvétettem az alatt, de ezeket tudom. Jó, de ez nyilván akkor még nem fogalmaztam meg magamnak, hogy te most Feri hibázol, de utólag azért, tehát nekem az volt tulajdonképpen a tanulópénz. Akármi nyomja a lelkemet, elmondom én mindenkinek. Ez barátom nem erényed, hanem hibád. A mértéktelenség káros, biztos csalódtál is már nem lesz. Igen, csalódtam. És mindig csalódok, és mégsem bírok őszinteség nélkül. Nekem ez érthetetlen. Írtak lenni akárkivel. A barátság, az persze más. Ember, társas lény. Társas, de nem egész. Nem, egészen. Nem, egészen. Nem vitatkozz, testvér, nincs igazad. Igen, hogy én bebizonyítom. Ez kötelességünk. Ezzel tartozunk. Na, tessék, belezavarodott. Rettentő indulatos. Az első két szót még lehet érteni abból, amit mond, de aztán már semmit. Nem bírom. A kötelességről, tartozásról van szó, elragadtatom magam. Olyan rendőrök is szoktam jelenteni, uraimban a kötelességkedő szóval nem bírok magammal. Megbocsássanak, nem bírok magammal. Olyan vagyok, mint a részeg. Csak úgy for bennem az eben. Milyen típusú színész vagy? Vannak olyan szerepeid, ami szerelmes hős, vagy a nagy pofájú, aki mindig tudja a dolgát és mindig megmondja? Nincs, ami jön. Tehát ugye gyakorlatilag, hál' Istennek azért engem elláttak sokféle szereppel, hogyha ugye tényleg mondjuk akár beszéljük romantikus hősről, vagy akár a Tarkopaszon, a Bitós Anyi, a Balta a fejbéből, ahol a kollégámat daraboltam véresre, miközben megettem a fülét. Tehát, hogy tulajdonképpen tényleg ez két olyan amplitudó, hogy ezen belül azért elég sok minden előfordult, úgyhogy ennek én nagyon örülök, meg nagyon hálás is vagyok így emiatt a sorsnak. De jó is ez a változatosság, gondolom. Mindenképp, de hát én azt gondolom, hogy azért a mi szakmánk az erről szól, hogy mindent tudjunk eljátszani. Tulajdonképpen a főiskolán is arra készítenek föl minket, hogy beszéljünk szépen, énekeljünk, ha kell, beszéljünk érthetően, ha kell, ha nem, akkor beszéljünk neérthetően, tehát amit éppen a szerep vagy a figura kíván.
És hát ugye gondolkodni mindig. Tehát, hogy ezek azért attól függetlenül, hogy agyatlan embert játszik az ember, azért akkor is a színésznek, a színész agyának dolgoznia kell. Leni! Az Istené már ne igyál ma annyit! Leni, figyelsz ide! Aztán megint okálsz, mint tegnap! Jó, te is igyál, George! Te is igyál! Nem siató szerintem, habos jem! Leni, figyelj rám! Nem jó vízből inni, csak ha rendesen folyik! De egy szennyvíz csatornából is így álszomjak! Az Isten merje meg, emeltük volna egész a gazdaságot! Buszsofőrnek fogalma nem volt! Kicsit lejjebb a főút, kicsit lejjebb jöttünk, hogy 6 kilométer! Derogált neki elmenni a gazdaságig egyértelmű! Lusta kikanyarodni egész! De hogy nem a szoletadba se jár meg! Kicsit lejjebb, azt mondja! George! Ha? Mi van? Hova megyünk? Megint elfelejtetted! Megint el kell mondani, nem igaz, milyen hülye vagy! Próbáltam. Tényleg. Próbáltam, de viszont nem sikerült. De viszont a nyulakra emlékszem... Hagyjál már a nyulakkal! Nem igaz, hogy csak a nyulakra bírsz emlékezni! Emlékszel, hogy ott voltunk a Kanálisban? A Howard Street-en? Hatalmas alakításod volt az Egerek és emberekben George szerepe, ami ugye Borovics Tamással ti alakítottátok a főszereplőket. Ez mennyire volt meghatározó? Nagyon nagy sikere volt. Nagyon szerették az emberek. Igazából ami miatt nekem az így fontos, nem is csak a mennyisége miatt, hanem ott egy ilyen a próba folyamat alatt egy ilyen nagyon jó kapocs volt köztünk a Tamással. Nem, mintha addig nem lett volna, tehát nem magánéleti szempontból, így barátságunkra kitekintve, hanem ott a munka szempontjából egy elég ilyen szoros viszony összejött, ami szerintem valószínű, hogy így mondod, én is úgy éreztem, hogy szerették a nézők, hogy valószínű, hogy ennek is szerepe lehetett ebben, hogy ez érződik. Most például tök érdekes volt, hogy most próbáltuk, most mutattuk be, hogy a Volpónét, a Csiszár Imrével, és hogy elkezdtük próbálni, és az első felvonásban, talán a második jelenetünk a Borovicssal volt, és így egyszer csak ezt mondta a rendezők, hogy próbáltuk csinálni, mondogattuk egymásnak a szöveget, talán a második próbának mondta, hogy ti már így elég sokat dolgoztatok együtt, nem? És ez egy jó érzés volt, vagy hogy így igen, tehát hogy valószínűleg ismerjük már egymást annyira, hogy tudjuk, hogy milyen rezdülése, hogyan reagáljunk a másiknak. Hova mentek? Vadász. Mi nem megyünk? Szeretek vadászni! Azért, mert rosszat csináltam? Nem az az érdekes. Azért nem megyünk velük vadászni? Nem az az érdekes. Ülj le. George? Ha? Na, nem vagy ideges? Ideges. Igen, ahogy szoktál, például, ha nem lenne a nyakamon, leakasztom az $50. Jézus Mária, Leni, arra sose emlékszel, ami történt, mi? De nekem emlékszel minden szavamra. Akkor nem mondod. Ha egyedül lennék, milyen jól elvolnék. Keresnék egy munkát, semmi. Igen, mond. Végén leakasztom az $50. Végén leakasztom az $50. $50! Egész éjjel végig jól kavarnék egy kutyát. Még mond, George, már nem leszel ideges? Nem. Mert el is megyek. Fölmegyek a hegyre és keresek egy barlangot. Maradj itt velem. Akkor mondd el. Ahogy szoktad. Micsodát? Hogy az ilyen figurák és mi? Ilyen... A figuráknak nincsen családjuk. Kaparnak valamit is pénzt, aztán úgy elszórják, ahogy van, nincs senkiük az égvilágon. Igen, de viszont mondd el, hogy velünk mi van. Velünk? Nem ez a helyzet. Mivel, hogy? Mivel, hogy nekem mit vagy te. Nekem meg te, és mi együtt vagyunk. Mondd el, hogy hogy lesz. Nézz át a folyón, Leni. Úgy fogom mondani, hogy szinte látod. De hát szóval veszünk egy kis házat. Na, de mondjad, hogy lesz, hogy veszünk egy kis házat. Házat, tyúkokat, disznót. Tehenet, földeken csinálunk egy lucernást. Nyulaknak. Én gondozom a nyulakat. Gondozod a nyulakat. És megélünk a földön. Nézz előre, Leni, mintha már látnád. De ezek a kapcsolatok ihatnak a magánéletre? Tehát mondhatni, hogy barátok vagytok az életben? Hát tulajdonképpen igen. Szerintem a boró se titkolná, vagy titkolná. Igen, azért ez...
én nagyon szeretek társulatban dolgozni. Mondjuk csak társulatban dolgoztam eddig, tehát nem úsztam szabadon, de szerintem ez jobb lét. Sokkal több mindent tud kihozni a társakból az, hogyha húzamosabb évekig együtt vannak egymás mellett. Nem kell köröket futni, megismerni a másikat. Szólsz valamit, akkor tudod, hogy arra a másik hogy reagál, bármint mondjuk, itt tudom én, civil kiszólja, vagy poénkodsz, és akkor lehet, hogy egy új ember azt mondjuk nagyon rosszul veszi, akkor ez lehet kicsit visszavet. Tehát a munka csiszoltságának a szempontjából mindenképp szerintem jobb egy társulati lét. Mi, hogyha ki vagy a mennyekbe szenteltes? Halkabb, uram! Egy kicsit elszenderedett. Csak egy kicsit? Hát még mindig húzza. A halál megváltás volna számára, de sajnos ma is szörnyű éjszakája volt. A szívósak szenvednek a legtovább. Ez már az agónia, ahogy én látom, de magamnak sem merem bevallani. A legnagyobb embertelenség, hogy szenvedni hagyják az embert. Nincs ez így jó? Tegnap beszéltem egy orvossal. Ajánlott egy nyugtatót. Nagyon jó nyugtató. Végtelenül jó nyugtató. Ne tessék mondani! Megrövidíti az embertelen szenvedést. De minek szenvedni? Hát nem. Az orvos volt olyan jó, és adott egy üvegcsével. Az az igazság, hogy Volpone úr végtelenül bizalmatlan az orvosságokkal szemben. Amíg egy kicsit erősebb volt, seprővel kergette ki az orvosokat, mert neki minden doktor kuruslott. Az az igazság, hogy én is tudok egy orvos... Nem kell másik orvos! Az én orvosom megbecsült szakember! És hát, ha meg kell halni, akkor meg kell halni! Említetted az előbb a Volpone-t, amit már ugye elkezdtetek játszani az idei évadban. Milyen visszajelzéseket kaptatok? Eddig két előadásunk volt, de ez a kettő hál' Istennek nagyon hosszú tapssal zárult, úgyhogy én mindenképpen bizakodó vagyok, hogy nagyon remélem, hogy szeretni fogják az emberek. Nevettek is rajta nagyon sokat, ugye hát nyilván ez is cél volt. Én nagyon-nagyon remélem, hogy fogják szeretni. Corvino szerepével mennyire azonosulsz? Corvino egy gyomorbajos fiatal ember, aki bezárja a feleségét egy arany kalitkába. Nézd, igen, szoktam poénkodni ezen, mert nyilván otthon meg, hogy már a feleségemnek készül a kalitka, ezzel szoktak húzni. Nézd, én nem ez a típusú ember vagyok, de itt is az ember az, hogy mit gondolsz. Tehát van egy férfi, aki zár egy nőt, biztosan te is találkoztál már ilyen típussal, jó, nyilván aki nem egy kalickába zárja be, de hát nyilván ezek szimbolikusak. Még hogy itthon! Esküszöm! Ne esküdöz! Aki hazudozik, az hiába esküdözik! Azt a Moszkvát! Azt mikor láttad utoljára? Kicsodá! Nem ismered? Nem! Ő viszont nagyon is ismer téged! Azt mondta róla, hogy is fogalmazott? Hogy te egy gyönyörű asszony vagy. Még most te ismered? Még nem. De szívesen megismerném, hogyha ezt mondja a uram. Honnét tudja az a Moszkva, hogy te misé szoktad magad mutogatni? De hát te is ott szoktál lenni, vagy nem? Egy csomó ember ott van. Hát hova mehetek én egyedül? Még a pékhessel, még a varrónőhösse. Nehogy kovászkeljen a hasamban, nehogy varrótú sebezze föl a bőrömet. Nem ismered. Jól van. De akkor miért lesz folyton az erkélyen? Nem megtiltottam százszor, hogy az erkélyen mutogass magad? Természetesen az nagyon jól esik, hogyha az utcán oda mennek hozzád, és azt mondják, hogy egy nagyszerű élménnyel gazdagítottad őket, vagy adtál nekik valamit, akkor ez egy olyan szívmelengető, olyan tényleg úgy más, hogy főleg, amikor mondjuk színházban mész, vagy éppen előadásra vagy valami, akkor úgy tényleg úgy megdob, hogy jaj, de jó, hogy adtál valakinek valamit. Tehát ez nyilván az, hogy itt vagyok már 18 éve. Van-e kedvenc szerepet? Biztos van, de... Visszamenőleg vagy előre? Is, de először a múltról. Nekem ilyen szerepálmom nincs. Tehát én mindig az adott feladattal szeretek foglalkozni. De nem csak azért, mert hogy általában az embernek mindig abba törik bele a bicskája, hogy
hogy amit szeretne csinálni, és akkor az, mindig az embernek vannak elképzelései, hogy mit, hogyan játszana el. És hogyha valaki nagyon beleéli magát, és akkor jön egy rendező, aki meg teljesen más gondol, akkor az egy förtelmes nagy összeütközés, és abból nem sül ki jó. Említhetném még akár az első időből az Ekvust, nagyon szerettem a Revickit játszani, Balta fejbét, például ezt a Bitós Sanyit, a Jágót az Otellóból, hát nem is tudom. Tehát így hirtelen most így ezek az Egerek és Embereket is nagyon szerettem. Nem tudom, így hirtelen így ennyi. Rendezőként is debütáltál itt Szegeden, ráadásul egy olyan darabban, amiben te magad is szerepet vállaltál. Mi is volt ez? De ilyet soha többet nem fogok csinálni, szerintem. Ez a teljes napfogyatkozás volt, de ez még a főiskolánról húzódott át. Nagyon szeretem Rembo költészetét, és ez a Rembo-Verlaine kapcsolat, ez valahogy így mindig is izgatott, így két költő óriásnak, vagy inkább Rembo volt a zseni, de hogy mégis ők hogyan, ez a viharos kapcsolatuk. És hál' Istennek sikerült hozzá találnom olyan embereket, ugye a Boncárit és a Cezsuzsit, akikkel egy egészen érdekes, jó kis előadás jött létre szerintem. De azt tényleg úgy próbáltuk, mint a főiskolán, hogy ugye a színházon kívüli ellopott, elcsent időkben, és ahol játszottuk, az már nem is áll az a hely. Ezeket így szeretem, hogy olyan helyeken játszunk, ami mondjuk vagy nem kifejezetten bejáratott, vagy így más. Tehát egy kicsit a színházból is így eljönni. A monodrámám is, amit most játszom, amit csinálok, ez is azért nincs a színházban. Tehát ez egy ilyen érdekes dolog, hogy az ember egy kicsit ki is viszi. Max, annyit sem értek a betegségemet, és azt sem tudom, biztosan mind fáj. Nem gyógyítatom, sohasem gyógyítattam magam. Noha tisztelem az orvostudományt, és becsülöm az orvosokat. Ráadásul még végtelenül babonás is vagyok. Legalábbis annyira, hogy tiszteljem az orvostudományt. Eléggé művelt volnék ahhoz, hogy ne legyek babonás. Mégis babonás vagyok. Én rossz indulatból nem akarom gyógyítatni magam. Ezt bizonyára nem érted. Én bezzeg értem. Természetesen nagyon jól tudom, hogy az orvosokkal semmiképp sem babráltok ki azáltal, hogy nem gyógyítatom magam velük. Én tudom a legjobban, hogy ezzel csak is magamnak árthatok, senki másnak. Így hát, ha nem gyógyítatom magam, csak is öncélú rossz indulatból teszem. Ha fáj az a máj, hát csak fájjon még jobban. A fogfájásban is van gyönyör. Nekem egy egész hónapon át fájt a fogam. Én tudom, hogy van ilyen. Fogfájáskor nem némán dühöng az ember, hanem nyök. 7-szer jutalmaztak Dömötör díjjal. Azért az elég nagy szó, hogy egy szegedi színész 7-szer kapjon elismerést. Nyilván úgy gondolom, oda lehet visszacsatolni, amit mondtál, hogy az emberek vagy oda jönnek hozzá. De valószínűleg ez meg azért szívet melengető, mert tudod, hogy respektálják, elismerik, amit itt csinálsz. De jó, nyilvánvaló, hogy ez a több díj, ez nyilván annak is köszönhető, hogy ugye itt vagyok már elég régóta. Ugye lehet, hogy csak 2 éve nem vagyok itt, akkor ugye nem kaptam volna. De azért az külön úgysem, ugye nagyon jó volt, amikor tényleg egy évben jött az egyetemisták díja, a Dömötör díj, meg a Kölcseiérem a várostól, az meg gyakorlatilag így lefedett egy olyan annyi területet, hogy az meg aztán tényleg egy olyan visszajelzés volt, hogy ugye az embernek tényleg érdemes, vagy érdemes lehet ezt csinálni, ezt az egészet. Mondanék egy pár szépen szót, Ferikém, ha megengeded. Ja, persze. Egyébként miért lettél színész? Ez egy nagyon érdekes dolog. Egyáltalán nem akartam
kamionsofőr szerettem volna lenni, mint édesapám, annó kamionozott. Ez annak megtetszett a romantikája. De nagyon szerettem az irodalmat, nagyon sokat olvastam, olvasok mai napig, imádok olvasni. Most is még rád vártam az új krasznahorkai könyvet olvastam, egyébként fantasztikus, tényleg. És gimnáziumban, ezért mentem Debrecenben az Adi gimnáziumban, ami drámatagozatos. De az nem kifejezetten színészképzésről szólt, csak emelt volt a humán órák száma emelt volt, és ott mellette járkáltunk, az ottani debreceni színészek tanítottak minket. Beszédóránk volt velük, színészmesterség, stb. És úgy megkérdezték ugye a másodikban, hogy akkor ki szeretné megpróbálni a felvételit a színművészetére, mert azokat kicsit erőteljesebben, azok erőteljesebben foglalkoznak. És gondoltam, hogy hát ha már itt vagyok, akkor megpróbálom. És akkor fölvettek elsőre, de ez azért volt érdekes, mert ugye ez nulladik felvétel, és én beadtam Miskolcra a jogra is, oda is fölvettek, és akkor indult az agitáció otthon. Hogy hát ugye mindenki el volt hűve teljesen, hogy fölvettek a színművészetire, de nagyon érdekes volt azután, hogy mindenki ezt mondta, hogy és mi lenne kisfiam, ha mégis esetleg a jogot, vagy stb., de akkor még lehetett halasztani. És akkor én halasztottam 2 évet, mert a főiskolán volt rostavizsga. Na, de sok gondolatjel bezárom, hogy igazából az első év végén, amikor azt mondta a Horvai István és a Máté Gábor, az osztályfőnököm a főiskolán, hogy ez a léc, ez rezeg. Ők nagy rostások voltak, mi 11-en végeztünk 17-ből. És az első év végén még csak egy fiút rúgtak ki. És akkor gondolkodtam el, hogy most tulajdonképpen Feri, te mi a francnak vagy itt? Tehát, hogy mi ez? Tehát, hogy itt vagy, és miért rezeg ez a léc? Tehát, hogy akkor most ennek van-e értelme, vagy sem? És valahogy igazából ott dőlt el. Tehát egy olyan 18-19 éves koromban dőlt el, hogy igen. Akkor ezt fogom csinálni. A negyedik kaucióról szó sem lehet. Már a harmadik után nagyon lőtte magát. Nem várok. Nekem csak az az egy kákonyiné kell. Ha kell, hát kell, ami rajtam múlik, Oberleutnantúr, azt én megteszem. Svej! Ettől félek. Erről akarom lebeszélni. Miről, Oberleutnantúr? Hogy ami magán múlik, azt megtegye. Semmit se tegyen, csak adja át a levelet. Úri utca 30-as szám. Schweig, egy halálra ítélt ember végső akarata van a kezében letéve. Átérzi ezt? Átérzem, Oberleutnant úr. Akkor figyelj! Magának nem kell jót tennie velem. Nem kell azon igyekeznie, hogy az érdekemben valami nagy jót tegyen. Parancsot kell végrehajtania. Értem! Nem érti! Nem értem! Nem érti, mert eddig nem volt a nyakunkon a hurok! De mostantól fogva, ha nem az utasításaim szerint jár el, agyonlövöm, tudja mi az? Golyó általi halál, Oberleutnant úr. Ahogy mondja, fogom a revolveremet, ide teszem ahhoz a kegyetlenül hülye harántékához, és elsütöm. Puff! A családom hogyan tolerálja a színészek? Hát nem könnyű életét, mert ugye esténként játszol, gondolom későn érsz haza, tehát a feleséged, a gyermeked. Igen, keveset vagyunk, viszont igen, csak erre azt szoktam mondani, hogy közben nekünk meg az megadatik, hogy úgy dolgozzunk, mint mondjuk az iskolákban, hogy májusig, júniusig, és utána tulajdonképpen van egy nyár, ahol meg olyan munkákat válasz be, amit te szeretnél. Ez meg jó. Igen, tehát nagyon húzós az év. Nekem is most egymást érik a bemutatóim, tehát így nagyon keveset találkozunk valóban. Ez mondjuk így nyilván nem túl jó, de hát azért az évek folyamán azért ezt már így beállt. De azért eljönnek megnézni biztos sokszor a színházba. Persze. Ja, hát ezt jelentem, hogy a feleségem a kortárs balettnél dolgozik, tehát azért egy épületben vagyunk, tehát nem vagyunk elzárva hermetikusan egymástól. Uh-huh. Munka vagy hobbi a színház? Is. Én nagyon szeretem, amit csinálok. Ez is azt gondolom ritka, vagy nagyon jó, ha az embernek az megadatik, hogy ami a munkája, az valahol úgy mondjuk a szerelme, vagy tehát, hogy szereti is, és azért nekem ez az. Jó, nyilván az összes gyötrelmével, meg persze én is érzem úgy néha, hogy na akkor ebből elég, meg mit tudom én, de azért mindig van valami új dollog, ami lendületet ad, amíg ellártod az egésznek. Oberleutnant úr, neheztel rám? Maga még lélegzik? Még szólni mer? Ki maga? Mit akar? A nagyságos asszony parancsa volt. És maga teljesítette?
Mindent! Ahogy Oberleutnant úr meghagyta! Mi? Hogy feküdjön bele az ágyamba? Kérem, újra húzhatom, azon már nem múlik! Tudja, mit csinált? Anyai nagyapám bizonyos Pavel Havlicek azt szokta mondani, édesfiam, úgy megbasztott! Nacifra az állat! Láttam a saját szememmel, csak azt nem értem, miért, maga idióta! Bizonyítani akartam. Svejk, most még magamnál vagyok. Maga mara! A tetik! Maga varancs! Játssza a hülyén, de van esze meghágni a hölgy vendégemet! Takarodjon a szemem elől elítni! Néhány évben volt egy műtéted, egy szívbillentyű műtét. Akkor és ott hogy élted meg ezt az egészet? Ugye évad közepén volt, vagy vége felé? Hát igen, igen. Ugye nekem ez egy gyerekkori problémám volt. Eleve jártam kontrollra ezzel. Az volt igazából csak a meglepő, hogy az egyik kontroll után azt mondta az orvos, hogy műtét. És mivel nem a szememmel voltam ott, azért ugye össze kellett raknom, hogy ez a szívem. De nem voltak tüneteim, tehát én nem éreztem magam rosszul, vagy nem volt ilyen jellegű dolog. És hát tehát megműtöttek, de igazából csak 2 hónapot hagytam ki, mert a poszton már játszottam a háztűznézőt. Ez tipikusan olyan eset volt, hogy azért örültem a posztnak akkor, hogy van, mert amúgy csak szeptemberbe kerültem volna színpadra előtte, hogy visszaültem a lóra. Kvázi ez arról szólt. És ott egy olyan előadás volt, ami meg is megterhelő volt fizikálisan, és 2 játszottunk egymás után. És mi az ment, akkor ott éreztem azt, hogy jó, akkor ez a dolog rendben van. Hát tulajdonképpen nekem ezzel a műtéttel jött rendbe a szívem, tehát most ez így tök jó műtét. Jó, ez egy rutin műtét, igaz, de azért amikor egy ember egy beavatkozás előtt van, azért gondolom, hogy úgy lepereg előtte sok minden. Hát úgy rutin műtét, hogy maga a műtéti beavatkozás, az csippentés és bevarrás ott belül. Amíg oda jutnak, az egy drasztikusabb dolog, azért is tart 3 óra, vagy 3,5 óráig, amíg egy beléd mennek, másznak. Persze, így az ember elgondolkodik, de valahogy én nem tudom, én úgy vagyok az ilyen dolgokkal, hogy nézd, ha meg kell csinálni, akkor meg kell. És akkor így elfogadom, és megyek így tovább. Igen, sokan mondják, hogy valószínű, hogy nekem is azért alakult ez ki hamarabb, azért lett ilyen kóros nagyságú a balkamrám, mert én nagyon sok mindent így befelé élek meg. Bár lehetőségem van ugye a színpadon kiadni, kiadom, de amúgy meg sok mindent nyilván, és akkor dolgozom, és valószínűleg ezért jutottunk el idáig. De ez azóta se változott, hogy inkább akkor kiadod a színpad felé, a közönség felé az érzelmeket? De kiadom, tehát az ugyanúgy van, csak valószínűleg, tehát ez csak egy ilyen teória, vagy egy ilyen álláspont, hogy lehetséges, hogy ez. De hát ugye nyilván a stressz, tehát azért én is izgulok ugyanúgy, sőt. Tehát azzal nem értek egyet azzal a színésszel, aki nem izgul a fellépések előtt, vagy bármit, muszáj, ez kell, adrenalin legyen, vagy valami. Na, azt szoktam mondani, hogy én vagyok az egyetlen 2 gigás magyar színész, ez hogy a Borjú Gégén van ugye bent, és tényleg szinte ez csak nem vonatkozik. Ez jó. És mi volt az első reakciód a műtét után, emlékszem még rá? A saját hangomra ébredtem, hát ez tényleg hihetetlen volt. Nem, tehát ugye az intenzív osztályon, és éppen a Rádió 88 szólt, és éppen én beszéltem. Ez tényleg egészen bizarr érzés volt, hogy jöttem vissza a világba, és hallottam a saját hangomat kívülről. Na, ezt pedig az ember elgondolkozik, hogy atya ég, na most mi lett belőlem? Cserna Tóni kollégám mondta ezt egyszer, amikor a VCR színpadára lezuhant, és vitték ki, hogy csak ne engedjétek, hogy nővé operáljanak, és hirtelen ez ugrott be, hogy Jézusom, most akkor velem akkor vajon mi történhetett? Aki fiát vagy lányát jobban szereti, mint engem, nem méltó hozzám. Aki nem veszi vállára keresztjét, s nem követ, nem méltó hozzám. Aki meg akarja találni életét, elveszíti azt. Aki azonban elveszíti életem életét, az megtalálja. Volt egyszer egy címszereped is, sőt, a Tártüff. Mesélj nekünk. Én a Tártüffet kivettem, de valószínűleg azért, mert ennyire új volt, amikor mondtad. Na például azt is nagyon szeretem. De azt meg azért szeretem igazából, mert mást. Tehát a miénket, vagy a saját verziónkat csináltuk meg belőle, nem pedig ezt a
nem pedig a megszokott, bigott verziót, amire egyébként írva volt nagyon helyesen akkor, hanem mi tényleg egy olyan embert csináltunk, mint az egy elefánt a porcelánboltban. Tehát a pofátlanságnak egy olyan mértéke van ebben a figurában, amivel szerintem naponta találkozunk. Annyira az arcunk előtt van, hogy már nem hisszük el. És szerintem ez a pofátlanság, ez tényleg itt van. És nem csak a kultúrában, politikában nagyon sokszor, hogy tényleg a fától nem látjuk az erdőt. És ez az ember ezt használja ki, azt a döbbenetet a családban, ezt az értetlenséget, hogy ezt már nem hiszik el, hogy ő mit meg nem tesz. Na és ezt nagyon szeretem, hogy ezt meg lehet egy ilyen dolgot mutatni a színpadon például. Olyan típusú ember vagyok, hogy én általában mindenkivel nagyon hamar megtalálom a hangot. Tehát nekem nincs így külön, de közben meg van olyan, hogy akivel mondjuk marha jól dolgozunk, abban lehet, hogy a következőben ő mondjuk valamiért nem. De ez egyébként nagyon sok függ attól, hogy valaki hogy vesz egy szerepet, vagy egy figurát. Tehát eleve lehet, nem örül már annak a szerepnek, amit kapott például. És akkor ebben van benne már eleve egy ilyen ellenérzés, vagy egy ilyen taszítás. Például azt érzed, hogy mondjuk mit tudom, hogy a főszerepet játszol, akkor akinek mondjuk nagyon kis szerepe van, vagy jóval kisebb, az mondjuk hajlamos lehet arra, hogy mondjuk annyira nem tesz bele annyit, mint te meg 500 fokon égsz, mivel ugye vinned kell a hátadon az egészet, és akkor ezekből is vannak néha ilyen súrlódások, de én általában abszolút igyekszem kerülni a konfliktusokat, de ha meg gondom van, akkor meg megmondom. Megmondó ember vagy akkor ezek szerint? Nem. Így, hogy megmondó ember nem, inkább szeretem ezt egyenesen lerendezni, tehát hogy nem szeretem ezeket a hátulról furkáljuk egymást, tehát nem, azt nem. Könnyen elhárít a butungból ezt a gátat, és nem kell, hogy szívét az ég ijessze meg. Pedig ezzel hányszor rémiszte. A lelki furdalás asszonyom, kész nevetség, Csiti Vázsának én a művésze lehetnék. Igaz, hogy tiltva van egy néve jellegzet, de adkodozni az Istennel is lehet, mert fontos tudomány. És a szükséglet hatása, a lelkiismeret kellő kitágítása. És igazolja majd legrosszabb tetteit a cél szentsége, s a buszkó tiszta hív. Én célok, te vagy lassan kitudorítom, csak nézve rád magát ezen a kényes úton. Töltse be vágyomat, és ne fél asszonyom, én felelek ezért, s a bűnt elvállalom. Bizony, kényszenvedés ez. És mit szól asszonyom egy kis édes gyökérhez? Makacs megkülés! Ilyet nem éreztem soha! Nincs is szer, ami most meggyógyítana! Hordostó lehet! Elviselhetetlen! Aggályait oszlass el nyugodtan. Itt mély titok marad minden, higgy el. Már pedig bűn csak az, aminek híre kell. A botrány, asszonyom, csak az kiált az égre. És ki titkon vétkezik, annak már nincs is vége. Látom, engednem kell, ha kínos is nekem. Amit tőlem kíván, rendben van, megteszem. Mert ennél kevesebb nem lenne elég úgy sem egy bizonyos úrnak, hogy szavannak végre ígyek. Elszállom magam. Hobbira van-e idő, vagy egyáltalán, hogy van-e hobbid, amit tudsz a színházon, a színjátszáson kívül? De az összeegyeztethető, mert nálam mindig van könyv, és már teljesen immunis vagyok, hogyha ordibálok az öltözőbe, akkor is tudok olvasni például. Vagy tényleg, hogyha van valami olyan kisebb időm, akkor olvasok. Azt nagyon szeretem.
Ez nagyon sok ember azt mondja, hogy azért olvasnak az emberek, mert elmenekülnek egy saját világba. Lehetséges, de közben meg az a világ nagyon jó. Tehát, hogy a könyvek által nyújtott élmény azért szerintem a saját fantáziáddal kiegészülve, vagy a saját képeiddel, amiket látsz közben, az szerintem nem hasonlítható semmihez. Tehát maga, nekem az élmény tetszik az, ami mondjuk olvasás közben ér. És nem azért, mert mondjuk csak többféle típust olvasok, tehát szép irodalom kívül azért másba is el szoktam kalandozni, de nem csak amiatt, hogy megyünk a hegyen és nézzük a tájat, hanem nem tudom. Vagy szeretek mondjuk például mondjuk a krasznahorkai, aki érzem a súlyát ennek az embernek, és szeretek vele együtt mondjuk gondolkodni. Ez például is tök jó. A sporttal hogy állsz? Azért nektek kell azért állóképesség, kell, hogy jó kondiban legyél. Erre van időd, vagy egyáltalán... Na, te ezt is a színházban üzem például. Nem, hát annyi, hogy én jártam edzeni, de amikor besűrűsödött a program, akkor kénytelen voltam kitalálni valamit, amit tudok, és akkor vettem ilyen fekvő támasz kart, kettőt, és azzal szoktam dolgozgatni a próbák előtt, előadások előtt, azon mindig, tehát az a naponta azzal elég sokat. És akkor az legalább egy kicsit úgy karban tart. Nézed-e például a foci meccseket? Azt hallottam, hogy a debreceni vagy, hogy van egy foci csapat. Igen, én Debrecen drukker vagyok, igen. De hogy akkor követed is az ő... Persze. És hál' Istennek föl is lehet venni ugye a meccseket, hogyha nem tudom megnézni. Na, ez például annyira otthon, annyira nem. Nem vált ki nagy lelkesedést, de igen. Hát ebben lokálpatrióta maradtam, mint annul sportoltam is, fociztam is, meg úsztam, meg röplabdáztam, de ezt mind ugye debreceni színekben. És ebből tényleg, abszolút, szurkolok a Szegednek is, persze, abszolút. Tényleg egyébként a Debrecen mellett így a szegedi eseményeket követem, de valahogy ez így megmaradt. Vágysz vissza Debrecenbe? Nem, nekem maga a szülőföld légkör az, ami ha hazamegyek, vagy valamikor azokat a helyiségek, vagy nem tudom, akkor van valami ilyen sajátos dolog, ami így megcsap. És az úgy néha hiányzik, tehát a szükségem van, hogy az úgy nekem meglegyen. De tényleg ez is biztos nosztalgia, de nem valószínű, nem tudom, de az arra nekem például szükségem van. Csalogá! Senki még nem állt ellen, nem! Pokolból van a szívem, és sötétebb, mint a hírem. Ez komoly, nem hetsz. Most számolok, egy perc. Semmi perc, és mi mindent mesélsz. Vagy bánni fogod, hogy élsz. Csak gyors halált, más nem kérsz. Itt nem sokat érsz, ó, nem. Innen sehova sem érsz, nem, nem. Kezd is el nagyon gyorsan, mondd, hol van? Vagy szép szemed porba pottyan, ne akart, hogy tovább mondjam, nem jó. Ó, nem. Hát énekelj, kis Walkman, szólj, szólj! Mit nem bűnös, aki fél, úgy énekelj! Én kérdezek, te feleselj! Most úgy csacsogja, hogy a csermely, mondd, hol az a fogó, szólj már! Hogyha 10 év múlva ugyanitt ülnénk és beszélgetnénk, akkor hogyan szeretnél visszatekinteni magadra? Milyen sikerekkel a hátad mögött? Ami jön. Nem tudom, tényleg, ami jön. Nem, valószínűleg utólag tudnám neked elmondani, hogy mondjuk mit rontottam el. Most, hogy így beszélgetünk, valószínűleg azt nem. De nyilván az ember bosszankodik egy döntése után, hogy lehet, hogy ezt nem kellett volna, de lehet, hogy 5 év múlva meg beigazolódik, hogy ez ott egy tök jó döntés volt. Nem tudom, tényleg ami jön, vagy amihoz. Legyen, dolgozzunk, minél több, legyen több szép szerep, család egészséges legyen. Most muszáj rákapnom egy mondatodra, volt, amit megbántál, vagy amit másképp csinálnál így utólag? Döntés? Igen. Nem.
jó sokáig gondolkodtam rajta. De nem. Inkább ebben csak az az érdekes dolog, hogy sokat próbálkoztam azon, hogy mondjuk változtassak drasztikusan akár a munkámon, mondjuk a helyi munkámon, tehát mondjuk egy másik színháznál, vagy tehát ilyesmi, és valamiért ez... Tehát érdekes, hogy amit inkább erőltetni szerettem volna, azok nem jöttek be. És ezek például utólag mindig kiderültek, hogy fölöslegesen erőltettem. Hol tervezik összeszerelni a macskafogót? Ki a kutatásvezető mérnök? De ronda macska! Csapra-e? Igen, uram? Mennyi idő alatt hat ez a löcs? Fél óra! Mennyi? 20 perc, uram! Ez a legjobb igazság szérum! Magam nyaltam ki katalógusból! Ronda macska! És még... büdös is! Mennyibe került nekünk ez a löcs, Safranek? 5000! Azaz 4. 24. És fél. Jöjjön közelebb, Safranek! Ne! De! Jöjjön közelebb!